persze, hogy most sütött ki a nap? Így nem? Ah, tökéletes. Sziasztok, üdvözlő a csatornán! Ma egy főzős videót hoztam nektek. A mai napon egy töltött káposztát fogok főzni, ami egyáltalán nem töltött, viszont káposzta. Majd meglátjátok, hogy hogy készül. Ami kell hozzá, ez másfél kiló vecsési savanyú káposzta, fél kiló sertés darált hús, egy bazinagy fej hagyma, fokhagyma, bors, só, egy darab tojás, egy darab kenyér, törött paprika, rizs, tudom, álltok rám, olívaolaj, meg majd egy icipici liszt, amit most nem hoztam ide. Elsősorban azt csináljuk, hogy most a káposztát belerakom egy bazinagy lábosba, és öntök rá vizet, hogy kicsit kimossam. Íme itt van a beáztatott káposzta. Régen amúgy képes voltam akár 20-30 deka a savanyú káposztát így natúr betömni egy ültőhelyembe, viszont egy ideje nem szereti sajnos a gyomrom. Úgyhogy akkor ezt már buktam, és akkor most megcsinálom a gombócot. A káposzta itt addig fog csücsülni, amíg bekeverem a húst, úgyhogy ő még ázik egy kicsit. Na, és akkor jön a húsi. Nem tudom, hogy valójában mennyi köze van ennek a töltött káposztához. Szerintem nem sok, de mi így csináljuk, és eddig aki megkóstolta, annak íz lett. Na, akkor most jön egy kis só, vagy hát a picinél azért egy kicsit több. Fokhagyma. Ez a Zsolti telefonja csörög. Egy kis bors. Egy tojás. Egy törött paprika. És az undorító trutyis vizes kenyér. Amiből teljesen természetesen előtte kinyomkodom a vizet. Mi úgy szeretjük a gombócot, hogyha kicsit ilyen kolbászszerű, viszont azért rakok bele kenyeret, mert különben nagyon-nagyon kemény, és azt úgy nem szeretjük, ez meg ugye kicsit fellazítja a húsit. Ez amúgy teljes mértékben fogyókúrás kaja, tehát hogy egy tányérban olyan 8000 kalória lesz körülbelül, úgyhogy nyugodtan lehet fogyókúr alatt tenni. Nem, fogyókúr alatt meg ne próbáljátok ezt a kaját. A töltött káposzta amúgy nekem egy tipikus téli kaja, mert hogy nyáron így eszembe se jut, se nekem, se Zsoltinak, hogy töltött káposztát együnk. Viszont amint bejön a hidegebb idő, rögtön egyből, ha töltött káposzta! Na, akkor ezt most, hát lehet kicsit kicsi a tál, de jól összetrutyizzük. Jó alaposan összenyomkodok. Úristen, de hideg a hús, lefagyott a kezem. Mondjuk ezt a... Lehet, egy kicsit zsíros húst vettem úgy a Zsolti, ahogy így nyomkodva elnézem. Én tegnap mondtam neki, hogy küldtem el neki a listát, mert hirtelen felindulásból döntöttünk, úgyhogy ma lesz egy kis káposzta. Kis káposzta, ezt mondjuk szerintem esszük egy hétig. De legalább nem kell főzzek. Amúgy én a káposztát úgy szeretem, tök vicces. Mindenki szereti a másnapos káposztát. Én is szeretem a másnapos káposztát, úgy szeretem a legjobban a káposztát másnaposan. És hidegen. Tehát, hogy én nem szeretem a meleg káposztát. Megeszem, de amikor a másnapos, és olyan jó hideg, úgy a legjobb. Egy kis tejföllel, mert hogy tejföllel lesztük, meg erős paprikával, amit most nem fogok enni, mert most nem eszek erőset, de régen mindig tejföllel és chili cseppekkel szoktam enni. Na, ez elég homogén lett, most megkóstoljuk. Szerintem ez teljesen jó. De hát, mondjuk, megmosom a kezem, és rakok bele egy kicsi sót még. A hagymát nem rakok a töltelékbe, soha semmilyen töltelékben nem rakok hagymát, én azt nem szeretem. Viszont kap egy kis rizst. Nem sokat, csak egy kicsit. Nem tudom, miért rakok bele rizst. Ezt ne kérdezzétek. Mivel ugye kenyérrel lágyítom, de rakok bele rizst, hogy kemény legyen, szóval fogalmam sincs, hogy miért ittsem, de mi így szeretjük. Na remélem, így jobban látjátok, miközben elbújt a napocska. Na szóval, azt csináljuk most. Nem tudom, mit láttok ebből, de jó lesz ez így. Szóval lábos. Fogom a káposztát.
lábosszos, tök üres, tehát nincs az aljában semmi. Kinyomom belőle a levet, és szépen berakjuk a káposztát. Mi? Na most így az aljában már mindenhol van káposzta. Á, nagyon fáj! És akkor most jönnek a gombóckák, amit szépen rápakolok a káposztára. És próbálom nem elfelejteni, hogy hány gombócot csinálok. Közben felkockáztam a hagymát, ráraktam a káposzta tetejére. Most jön rá egy kis só, fokhagyma. Nagyon izgalmas lesz bors. Meg, ha megtalálom, nincs mondtam, úgyhogy akkor ezt felmondtam. Major Anna. Látni. Ezt most felöntöm addig vízzel, hogy éppen hogy csak ellepje. Mindjárt elrakom a fedőt, és egy másfél órán keresztül szépen főzöm. Kivesszük a gombócokat, mert hogy szépen megfőttek már. Sőt, talán egy kicsit túl is főztem őket. Ja. Na, itt a káposzta. Most felcsavarom nagylángra, és csinálok egy rántást. A rántáshoz pedig kell olaj, ami természetesen nem olívaolaj, nem tudom miért azt mutattam. Kell liszt, megtörött paprika. Jól elkeverem, hogy ne legyen sehol se csomós, mert az nem lesz jó nekünk. Én így, hát most az a baj, hogy nem látszik nagyon a kontraszt, de hogy ez már ilyen szépen elkezdett barnulni. Úgyhogy le is zárom, és hozzáadom a törött paprikát. Azért zárom le, hogy nehogy a törött paprika megégjen. És keverem, kavarom. És én ezt mindjárt a káposztára szoktam önteni. Tehát, hogy én ebben nem rakok levet, hanem ez így megy a káposztára. És még ezt elmosom, addig ez itt rotyog. Jó, akkor egy kicsit kifolyta, most meg kell mosni. Na és akkor itt a káposzta, most szépen visszarakom bele a gombócokat. És óvatosan beleforgatjuk, vagy hát legalábbis lenyomkodjuk, hogy ellepje a káposzta. Egy gombóc, meg jó sok káposzta. Erre jön egy kanálnyi tejfő. Meg egy szelet friss kenyér. Nem tudom, hogy lehet szépen káposztát tálalni. Most ezt így tálaltam, így szoktuk enni, és pont. Ennyi, elkészültünk még a videónak. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, akkor próbáljátok ki. Aki eddig evett belőle, annak ízlet. Szóval tényleg próbáljátok ki, hogyha úgy gondoljátok. Ha nem gondoljátok, akkor meg nem próbáljátok ki. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!